Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint az időutazó Macskuszok című sorozatunk következő epizódjával, imára már az ötödik epizódban, és a negyedik világba fogunk menni, amely a vadnyugatról fog szólni. Vágjunk is bele, és rögtön a városháza következzék. Ugye emlékeztető, a feladatunk itt az, hogy megtaláljuk a 10 macskuszt a különböző kisebb jellegű puzzle játékok kapcsán. Ugye új terület, ebből kifolyólag figyelnünk kell arra is, hogy hogy néznek ki az új puzzlik. Egy cica már van. Természetesen lehet itt is törni a vázákat. Háromszög, kör és a... Engedj már oda. Na, akkor kezdhetjük előről. Tökéletes. Kettő macska. Aha, most így fog kinézni Wild West felirattal. Annyira éreztem, hogy ebbe lesz valami. Jó, könnyű volt. Három cica. Négy cica. Gitte gatto. Check. 5. Be is kell mennünk, nem, de bár. Nem kell mennünk. Viszont kapunk egy kis pozitív dolgot. Ott egy cica, akit csak ki kell szabadítanunk. Ez nekem nagyon gyanús. Egyértelműen látszódott itt, hogy van itt egy kis labirintusszerűség. Kéletes, kart kaptunk. Jó, akkor nézzünk egy kicsit föntebbre. És ott van a macskusz. Ó. Nem a bal sorrendbe kell. Ja, látom! 1845. Bravo! Jó. Ide kell még nekem. Hát ebbe kell lesz. 6-2-4. Ezt kell.
van az óra. Könnyű volt. Hát egyelőre, na itt van a megoldás. Annyira nem nehezíti a életemet ez a játék. Egyébként, és a abszolút ez ilyen gyerekjáték kategória. Köszönöm, megvan a második puzzle darab. És akkor már csak egy darab puzzle darabot kell megtalálnunk. És mehetünk már is a következő területre, meg még valahol van még egy macsek. Az utolsó macsek. Ennyi. Még maradunk itt, mert még meg kell találnom azt az utolsót. Azt gondolom, hogy látható helyen kéne lennie. Kinyitottuk. Falakat is nézem. Tetőt is nézem. Na, itt láttuk. Helye? Jó, hát ha nem jön össze, nem találjuk meg, akkor tovább megyünk. Áááá! De jól csináltuk. Annyira megéreztem, hogy ott lesz. Hát, ha így hírt, van egy olyan megérzésem, hogy valami lesz ott. A vasútállomás. +10, 7, 12. A lapát az biztos kelleni fog. De még valami kelleni fog. Á! Végre valami, amikor... Azért még elég a pálya első részén voltak a dolgok. Na! Mi ez? Ó, sorrendben, pont. Aha. Egy kulcs. Köszönjük, játék. Na, 7, illetve 10, 7, 12. Aha. Hol van még 12? Itt van még 12.
pedig csak ez a két fajta megoldás van. 7, 10, 12. Ez lesz az. Bingo! Egy cica. És azt megkérem szépen ide, mert hogy az is kelleni fog. Pinewood Station, de szép kis neved van. Ez ide fog kelleni. Ez megint mindjárt adni fog innen nekem egyet. Egy macskát. Igen. Annyira éreztem. 32-14, jobb egy macska ingyen. Ide kell a lapát. Meg is van. Egy macska italomért. Na, kép problémák. Hol vannak a különbségek? Ha jól sejtem. Csak három különbséget kellett találni, ez sem volt túlzottan nehéz. Egy kulcs. Illetve nem csak az, egy serif. Micsoda, az serif jelvényszerűség. Nem tudjuk. De jó kis labirintus. Kicsit. Kicsit lehetett ide-oda hibázni, tehát nem volt teljesen pontos. A játék. De rendben volt. Megkapjuk a cicát. Meg megkapjuk a csillagért járó macskát. Ez is megvan. Hoppá! Következő. A második. Éreztem, hogy egyik alkalommal ott lesz annak a tetején, és ott a harmadik. Hát csak ide nekem? Ez nagyon jó be volt rejtve egyébként, de pont oda kattintotta a szemem, és észrevettem. Ja, érteni. Hoppá! Ez pont összejött. Na és akkor már csak egyetlen dolgot kell találnunk. Egyetlen egy macskát, meg kell találnunk egyetlen egy titkot. Ja nem, az már megvan. Az már megvan. Ja, itt hiányzik az utcsó dolog. Á! Yeah! Még egy macska, és megvolt mind a három, úgyhogy mehetünk tovább. A pajta következik. Fél időben vagyunk. Hoppá, megnyomtam véletlenül egy mégsét. Na nézzük a pajtának a feladatát. Egy ingyen kulcs gyakorlatilag. Ott egy cica. Hello, cica. Ingyen kapott macsek.
még egy valami, egy kalapács. Hopp egy! Pazli. Egy kerék, add csak ide. Köszönöm. Na nézzük, ez mi lesz. Könnyű, és megvált az újabb macsek. Várjál, először négyzet. Háromszög. Akkor a nagyobbik. Kisebbik négyzet ismételten. A kal, a kör. Igen, és szupi. Jaj, de szép kis macsek. Ó! Érdekes feladvány. Ez biztos, hogy macskát fog adni. Ennyire éreztem. Kalapáccsal fel tudom feszíteni, de nem igaz. Egy ólóval viszont le tudom vágni. Csak mondjuk szegény macskó szemét kap. Ó, és még ráadásul elé az ólót is. Hát ez nem volt szép a játéktól. Kicsit kellemesebben is meg lehetett volna oldani. Azt gondolom. Biztos, hogy ide kell. Egy megvan. Egy ne kellett. És ezt meg ide kellett. Nagyon jó. Újabb macska, de még csak egyetlen egy térkép nyomot találtunk. Ott a második. Nekem nagyon fura. Valamit itt le lehet szenni pedig. A második. És a harmadik. Egy kerék. Több is. A
Aha. Ez jó ötlet egyébként. Ipi, egy mecsek. Hopp, egy kód. 352. Tökéletes a kulcs. És egy újabb macsek, és még kettő van. És már azért a térképet is kezdem keresgélni, vagy a puzzle darabot. És elkezdem keresgélni. Kereken maradt, akkor ide fog kerülni szerintem. Ah, megvan a harmadik puzzle darab. Nagyon jó. Akkor már csak egyetlen egy dolgot kell. Hozzá veled kapcsolatban kéne valamit kitalálnom. Ja! Értem már. Azt mondja, a háromszög, ami egy, plusz a négyzet az kettő, akkor az ott három kell, hogy legyen. A négyzet plusz a kör, az kettő plusz négy, az lesz a hatos. Hiha, ezt hogy oldom meg. Ja, így. Oké. Akkor... Van egy ilyenünk, plusz a háromszög, az 3 plusz 1 az 4, és akkor az 5-ös pedig ő lesz az. Így van. Na, és akkor még bele tudunk kezdeni a 16-osba a bányába. Így van, még bele tudunk ebbe is kezdeni. Azért ránézek az órára, hogy még igen, bele tudunk ebbe is kezdeni. Na nézzük! Egy nagyon könnyed első mocsek. Egy puzzle darab. És ott a második. Most könnyen észrevettem itt kettő darabot egyből. Hoppálé, ez egy szép. Ezzel még nem tudok dolgozni, szerintem. Ott a harmadik. Ha! Egy macskát találtam, viszont megvan mind a három kép. Na nézzük. Nem ezt, hanem a... 1893, jól látom? Igen, 1893. Lapát. De gondolom ezt az is kell, hogy bezárja magát, ne, hogy egy folyamatosan dobálgatja be magába. Ja, itt csak annyi kellett, hogy benyomogassad az összes gombot. Szeretlek játék. Újabb macsek. Itt egy olyan, ami kelleni fog. Akkor nézzünk ide föl.
Ezt most inkább nem találgatunk. Találgatni kell benne. Ó, ez jó kis puzzle. De nem kell aggódni, mert Dani bácsi ezt meg tudja oldani. Csak a játék nem olyan kedves hozzám. Kicsit az irányítás itt nem valami. Nem értem a dolgot. Miért nem engedi? Na azért. Most már engedte. Oké. Okay. Jippi! Macska. Ezt nem teljesen értem. Ki kellett valamelyiket választani a négyből. Szerintem. Na, itt van a maradék része. Ennek. Oké. Na és akkor meg is kapjuk a macsekot, hogyha kiássuk. Oké, ez is megvan. Time will be mine. Megcsináltuk, már csak itt kéne. Á, értem a dolgomat, mit kell itt csinálnunk. Viszont lejárt az adásidőnk, úgyhogy innen folytatjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!